Na, ugye itt hagytuk abba, hogy akkor Rebekával ugye itt rendkívüli módon beszöktünk, és mentettünk, és tökéletes van helyem, rendben van, ez nagyon-nagyon jó lesz. Fú, na most a következő rész a szemét, jó? Imádom, de szemét. Úgyhogy ki kell tapasztalni, ennek örömére pedig fogom magamat, és fölveszem ezt a jó kis pisztolyt. Nagyon kellett neki egyébként, hogy fölturbozzuk, jó? Nagyon-nagyon-nagyon kellett neki. Szóval ugye Resident Evil 2 laborjában járunk, ugye jelenleg, leginkább ugye jó sokkal előtte igazából, tehát ez még ugye a második rész közelében sincsen, az első rész előtti eseményekről van szó, ugye az eredeti 24 óráról. Szóval most megyünk lefelé, ez izgalmas lesz, gyerekek, ez nagyon izgalmas lesz. Hú. Ami apró érdekesség egyébként, hogy hiába vagyunk itt, a laborba igazából nem tudunk bemenni, tehát hiába próbáljuk nyitogatni bármelyik ajtót, abszolút egyikhez sem tudunk oda menni, egyetlen egy dolgot tudunk megnézni, ami ott csillog, de majd meglepetés. Are you okay, Rebecca? Where is everybody? They should have arrived here before me. Haven't you seen them? That's unfortunate. If we go straight from here, we should arrive at an old mansion which Umbrella uses for research. Come on, let's go. Wait, I've got to find Billy. Billy Cohen? You mean you found that criminal? Yes, but we got separated and... No point worrying about him. He won't make it. Come on, let's go. Sir, please. I need to find him. Don't worry. I'll catch up with you. Rebecca, all right. Just be careful. I never saw him again. Hát igen, sose látta. Ugye a következő alkalom, amikor találkozunk vele, akkor már rendkívül az első rész eseményei kellős közepén vagyunk. Én meg miért nem tudom fölvenni, mi az, amit el kéne hagynom itt nekem. Nézzük csak, hogy ezt mi a radai rossebbért hozom magammal, még mindig azt nem tudom. Nem fogom többet használni, jó? Tehát eddig nagyon jó volt, eddig nagyon fasza volt, zombik meg egyebek ellen igazából, de nekem sokkal jobban kellenek például az élettöltők, amiket magammal hurcibáltam idáig. Szóval van egy kulcsunk a lifthez, tényleg, tehát azokat az ajtókat hiába nyitogatjátok, nem fogtok tudni bevenni. Szóval van egy jó kis kulcsunk a lifthez, és ja, ja. Hát ez... Majd mondom. Na, ő kérem szépen a Proto Tyrant. Annyira nehéz egyébként megölni, hogy... Annyira nehéz megölni egyébként, hogy pisztolyjal sikerülni fog. Jó, megvárjuk, amíg ránk figyel, aztán... Balra kell menni mindenképpen. Igazából ez tényleg kellemetlen, hogy egyszer eltalálta, mindegy. Megvárjuk, amíg felénk fordul, és már húzunk is innen, jó? Tehát mindenképpen a bal karja felől menjetek egyetlen egy oknál fogva. Jobbkezes, jó? Tehát ilyenkor be lehet vinni neki ilyen 6-7 lövést, amikor áll, akkor már annyira nem szerencsés. Látjátok, és nem is kap el. 5-6. És képzeljétek el! Vegyészek vagytok, különösebb morál nélkül. Ti vagytok megbízva azzal, hogy kifejlesztetek egy ilyen brutális fegyvert, és megnézzétek a harci képességeit. Erre jön egy frissen szabadult medikus,
alig képzéssel igazából, és egy pisztolyjal agyon lövi a rohadékot. Képzeljétek el a szitut. Nem lennék annak az embernek a helyében az éves értékelésnél, na mindegy. Szóval ő igazából a proto Tyrant, ami azt jelenti, hogy ez a majdnem Tyrant. Ő kb. Ilyen prototípus, első lépés, és a többi, és a többi. Ez annyira jó lett volna, hogyha egyáltalán nem ér hozzám, csak az a legnagyobb baj, hogy ezt szerintem említettem már egy pár videóban, de na, ott is van. Ennyi volt a csávó. Tehát lehet, hogy említettem már egy pár videóban, de ami itt kábel, halom, meg egyéb hülyeség van, annál annak sajnos következménye, hogy van egy kis lag nálam. Hogy itt miért kapcsoltam ki magamat, azt nem tudtam, na mindegy. Szóval van nekem egy ilyen nagyon minimális lag. Nem sokról beszélünk igazából, talán egy ilyen 200 millisekundum, nagyon maximum, de ez bőven elég arra, hogyha ilyen precíz dolgokat kell végrehajtani, akkor elszúrja, most például telibe sikerült, na mindegy. Egy pofont azért benyeltem tőle. Nem baj, megyünk tovább. Kérem szépen, hogy a Billy az valahol eltűnt, valahol a vakvilágba, ugye? Majd meg fogjuk találni, jó? Tehát nem kell félni, ő az egyik főszereplőnk, végig fogjuk tudni vele csinálni az egészet. És akkor most a liftelén két helyre fogok menni, a többi az nem érdekel. Az első az a kettes emelet, ugyanis ott van némi lőszer, ezt mindenképpen szedjétek föl, jó? Hard módban sokkal kevesebb van, mint ugye az összes többiben, együttvéve akár, tehát tényleg kurva kevés lőszer van, szóval tényleg mindenhez ragaszkodni kell, amire csak rá tudjátok tenni a mancsotokat. A durva dolgokat csak a durva ellenfelek ellen szabad használni. Ez egy ilyen alapszabály. Most először is itt fölveszünk egy... úgyni. A másik pedig, hogy ide befutok, és itt van egy ilyen kis pisztolylőszer, és már futok is el, mert a Tyrant, na... Hunter az már be is izgult rám nagyon. Én nem szeretek Hunterekkel barátkozni, szóval most akkor mentünk tovább. Semmi más nem kell innen, jó? Ennyi. Megyünk tovább, kérem szépen a negyedik emeletre. Azaz, igen... Level 4. Playtime is over. You and your friends no longer amuse me. Good riddance. Now nothing will stop me from getting my revenge. Továbbra sem tudjuk ugye, hogy mi, hogy a fenébe fog megbosszulni bármit az égvilágon, vagy hogy mi ez, ki ez, csak ilyen apró sejtéseink lehetnek. Ja, ez is ki fog derülni egyébként menet közben, tehát valamiért nekem sokszor olyan érzése van egyébként a későbbi részek miatt, hogy... ja. Szóval, ahogy elkezdtem mondani, úgy mi? Tehát a későbbi részek ismeretében nekem van egy olyan sejtésem, hogy annyira nem veszik kánonnak egyébként ezt. Nem tudom miért. Na mindegy. Most már ugye ott nem fogok foglalkozni ilyen benzines kannával, meg egyebek, hogyha szeretnétek, akkor még nyugodtan csinálhatok magatoknak, nincs ezzel semmi probléma, de engem már különösebben nem érdekel. Egy helyen tudnám talán használni, és ott is tudok jobbat. Na most itt van mentési lehetőség, én ezt most nem fogom kihasználni, ellenben a számítógépet azt határozottan igen. Tök egyszerű a puzzle, alapvetően három helyre tudtok bökni összességében, ugye az áramellátást biztosítani, és amelyik pontra böktök, a közvetlen szomszédjai, meg azoknak a közvetlen szomszédjai elkezdenek zölden világítani, és úgy kell megcsinálni, hogy három darab kapcsolóval az egészet bezöldítsétek. Tök egyszerű igazából a történet, először ide megyek, ha látjátok, úgyni, szépen bezöldült, a második az pedig itt alul, ugye nekem azt a teljes ágat azt le kell fednem. A harmadik pedig nagyon egyszerű, ide kell jönni, itt kattintok egyet, és akkor tökéletes két lépés, vissza is állítottuk teljes mértékben az áramellátást, van liftünk. Mehetünk is tovább. Hála Istennek, ilyen nagyon-nagyon precíz dolgokat nem kell most már csinálni. Azudok, pont most kell basszus, nagyon-nagyon remélem, hogy nem fogom elszúrni, na mindegy. Szóval, itt alapvetően a falhoz, nem, ja nem, bocsánat, egyel odébb vagyok még, elnézést.
Szóval akkor velük megbeszélem, hogy miért is dolgoznak ennek a gonosz cégnek. Oké, és hároman összességében itt én szeretem őket eltakarítani. Ha valaki nagyon gyors, akkor megoldhatja úgy is, hogy nem. De én jobban szeretem azt, amikor tiszta az út. Ja, hogy az csoszok, hogy szakadná meg! Édesanyám, ezért nem értettem, hogy miért nem találja el, na mindegy. Elpazarékoltam rá egy pár lőszert. Nem baj, mindenki fekszik, kérem szépen. Itt különösebben semmi nem érdekel, itt is van egy üveg, hogyha valaki itt még szeretne gyújtóbombásat játszani, nem baj. Viszont engem ez sokkal jobban érdekel, hogy van itt némi növény, amit nem fogok tudni most elpakolni, nem baj. Nem baj, nem baj, nem baj, legalább tudom, hogy itt van. Ja, csak soha többé nem fogok visszajönni ide, szóval innentől kezdve ez így bukó. A futás, kurva gyorsan futás. Itt a falhoz kell tapadni, hogy a rohadék ne tudjon elkapni minket, és csak itt keresztül, jó? Tehát szeretnétek, akkor fölgyújtogathatjátok, akkor zombik lesznek a helyen. Tehát sok értelme nincsen különösebben. Na, itt pedig akkor... Ez az egyetlen zombi van itt, illetve itt a sarokban van némi üveg, hogyha szeretnétek, meg van itt nekünk egy térképünk, hogyha nagyon szeretnétek, jó? Tehát időnként nem baj egyébként nekem sem, hogyha megnézem, hogy hol vannak az összeköttetések, időnként eléggé zavaró tud lenni, de ja. Pofás igazából az egész dizájn, ahogy megcsinálták. Na szóval, pisztolyt visszatöltjük, a pisztolyt a legvégéig fogom használni. Nagyon-nagyon-nagyon sok helyen, jó? Tehát... Lehet, hogy meglepő, tehát azért többi rezi résznél én hozzászoktam ahhoz, hogy hogy is mondjam, nagyon gyorsan elfelejtem a pisztolyt, mert semmi értelme nincsen, tehát backupnak nem baj, ha van, de amúgy bármi más jó helyette. Na most, itt akkor keresztül kell futnom nekem ezen az egészen, és itt van egy ajtó jól elrejtve a háttérben, de azért szépen dizájnosan, és hamarosan vilmosozunk, kérem szépen, hamarosan vilmosozunk. Közben meg itt lefluttykoljuk ezeket a taknyokat, amik itt vannak, na mindegy. Nem zavar minket igazából, csak hangulatelem, tehát hogyha nem szeretnétek, akkor keresztül futtok rajtuk és nem bántanak, jó? Erre nagyon kell figyelni. Úgy. Billy! Rebecca, where am I? You're safe now. Are you okay? What could have done this? They must have been used as test subjects in Marcus's research. He must have kept messing around with the mother virus. Szép kis flashback volt, ugye? Hát ja, kísérleti alanyoktól is valahogy meg kell szabadulni, az nem megy csak úgy magától, értitek? Tehát az ilyen... ja, az ilyen vízzel ellátott szemétlakakók, azok nem potyognak csak úgy az égbű. Gyere Vilmos, bocsánat, Vilmosnak majdnem elfelejtettem a kezébe adni valamit. Tessék Vilmos, ezt pedig elkérem, hogyha nem baj. Úgyni. 17 darab, mindjárt szebben hangzik, ugye? Ugye? Tökéletes, tökéletes. Jó. Faszák vagyunk, mehetünk. Most itt a következő rész az az, hogy nem tudom, hogy miért Rebekával megyek igazából. Akkor mind a kettőre szükségem lesz így is, úgy is. Szóval most van itt egy kis feladványunk, mert miért ne lenne természetesen. Rebekát azt fogom magamat, és hogyha engedi végre az irányítás, akkor föl fogom küldeni ide, majd közlöm vele, hogy nyasgen Billy, csinálj, mit akarsz. Billyvel első körben fölveszem itt ezt a shotgun lőszert, ne hagyjátok itt, jó? Tehát ki gondolna egyébként, hogy az utolsó pillanatig nagyon-nagyon-nagyon jól jönnek ezek a dolgok, és van-e egy helyem? Van egy helyem, kiváló. Akkor pedig Billyt azt szépen fogom magam és leküldöm ide. Meg kell szereznünk azt a kereket, mindenképpen szükségünk van rá. Ezt némi tologatással fogjuk tudni elérni. Gyönyörű puzzle ismételten.
Alapvetően biztos vagyok benne, hogy lehet ez kevesebb lépésből is, de amit én szeretek, hogy ezt a cuccot, ezt fogom kitolom ide oldalra szépen. Itt mögé nem tudok jönni, szóval innentől kezdve fölállok erre a cuccra, Rebekára váltunk, elforgatjuk az egészet balra, ha jól emlékszem. Nem, jobbra, bocsánat. Tehát elfordítjuk jobbra. Ott a rács mozog, szóval ezzel tudunk segíteni saját magunkon. A nehéz doboz ne toljátok oda a többi közé, jó? Tehát az nem fog segíteni. Veterán Resident Evil-ösek azok tudhatják, hogy itt arról van szó, hogy nekünk három darab dobozból utat kell csinálni. Ez volt az első részben, ez volt a második részben, a harmadik nem tudom. A Resident Evil 4-ben is benne volt szintén egy ilyen, hogy dobozokból raktunk magunknak ugye utat, szóval ez nem egy annyira meglepő dolog. Itt konkrétan pontosan tök ugyanazt kell csinálni, azzal a különbséggel, hogy itt pöcsölősebb, nem bonyolult, pöcsölős. Tehát mire eltologatunk mindent a végéig, addigra tényleg ez a lemegy a nap. Tóld már, Billy. Köszönöm. Na végre. Oké, ezt igazából csak tök egyenesen be kell tolni a helyére. És meg is van. A harmadik dobozt kell ugye bejátszani még ugye az utolsó helyre. Amit pedig én kicsit necces, de megoldunk. Gyerünk. Mozdulj már el. És azt mondja, ja, mert lejjebb kell tolnomba kell. Hülye vagyok, nem tudom eltolni. Oké, és kiváló. Na most, itt pedig pont csak annyit szeretnék tolni rajta, hogy éppen hogy csak de hozzáférjek. Úgyhogy egy nagyon-nagyon pirinyót még, elvileg ott el kell, hogy menjen most mellette, és még tolni is tudom, ha igaz. Nem mondod, hogy nem, az még mindig ott? Aha, valószínű, hogy a frémet azt még észrevette. Ez meg már lehet, hogy sok. Nem! És nem, ez így tökéletes. Ez így tökéletes, oké. Amennyire lehet, fogom magamat is betolom ide. Aztán fölállok, Rebekával fordítunk még egyet jobbra, mert hogy jelenleg csak arra felé van a hely. Úgy, négy gyerünk. Igen, köszönöm. És akkor most pedig ugye oldalra be tudom igazítani a helyére, ami nekem egy teljesen jó dolog, hajrá. Tehát most itt fogom tudni betolni, ugye tökig. Gyerünk. Billy, egy feladatod van. Egy, semmi más. Oké, és megőrít az irányítás egyébként, na mindegy. Akkor most pedig fogom magamat is szépen vissza tolom balra az egészet. Jó, tehát jobb, bal. Úgyni. És akkor most pedig szépen lesz helyem ugye betolni a helyére. Ezek azok a puzzle-ök, ami egyébként nem túl nagy fejtörés, de hogy kurva idegesítő, az biztos. Jó, tehát én most akkor ide bejövök, itt átmegyek, ott is átmegyek. És megnehezítették még azért is, hogy van ott egy doboz, ami egyébként nem használható ezekre, szóval csináltam egy hidat, ilyen atletikus vagyok. Akkor most pedig fogom magam szépen visszamegyek, ugye nem lehet a dobozon állni, miközben elárasztja vízzel, szóval most megvárjuk szépen azt. Gyerünk, Rebecca, toljad neki, ez így van, köszönöm szépen, field rain, úgyni, és megtelik vízzel vala. Nem is kapcsolom el, mert pár másodperc az egész, tök mindegy. Szóval most, hogy így megvagyunk, ugye, át is tudunk menni szépen a kerékért. Gyerünk, hajrá, futás! Futás. Az meg is van. Tökéletes, köszönjük! Most pedig, ugye, tudunk tovább haladni. Gyere! Na most. Azon gondolkodtam, hogy hol vagyok, de igen. Még följebb kell mennem egyel. Most ide majd vissza fogunk jönni később. Egyébként ott van egy ilyen targonca, amit majd használni fogunk, mert persze targoncát kell használni, de jelenleg még nem az a része érdekel engem, hanem az, hogy használjam a kereket. Ez nagyon-nagyon necces lesz, mert rohadtul ki kell számolni. Remélem nem cseszem el, mert ott hagytam azt a kurva leechment, szóval csak ügyesen és okosan. Elvileg egy darabig még nyomja magát, szóval annyira talán nem vészes, de tényleg itt másodpercekről beszélünk, amikor
amikor ezt tudom csinálni. Tökéletes, és nyomkodom mind az őrült bakker, hogy miközben Billy tekergeti, ugye, én már azonnal bemenjek, ugyanis a Leechman rögtön támadásba lendül, amint visszatérünk, ugye folytatja az animációját, szóval... Azaz, bejutottunk, kiváló. Kiváló, le faszoá. Azaz. Na, akkor itt pedig Billyvel megyünk szépen, és itt kicsikét rendezgetünk. Oké, és futás innen, jó? Húzzunk a francba. Következő résznél pedig egy gyors váltás. Ugyanis Rebecca kell nekem még hozzá a magnummal. Úgy, tökéletes. Menjünk be. Ez szemét rész, ez nagyon szemét rész. Azonnal lövök, jó? Tehát Billy az segít nekem stunolni, én pedig lövök a magnummal, hogy leszedjem őket. Tökéletes, jó? Folyamatosan nyomkodva 2 darab lövés kell nekik összességében, és onnantól kezdve nyugi van. Boldogság. 2 kurva huntá. Igazából nem hiányoztak az életemből, de hát ez van, eszköz szeretni. Na most itt akkor szépen fölveszem Rebekával ezt a pisztolylőszert. Willivel talán van annyi helyem, hogy nem tudom, emlék. Ja, van még egy, oké. Vele fölveszem szépen itt a gránátokat az asztal ágy alatt. Meg is van, köszönöm. Össze is kombájnolom őket, ha már itt vagyok. És, meg is van. Tökéletes. És itt van némi élettöltő, amit én ezt Billyvel fogom föl... Nem, ezt Billyvel fogom fölvenni. Mondom, Billyvel fogom fölvenni, csezd már meg, na. Értem, hogy szárított gyümölcsök, de spré, azaz, végre, faszom, na. És akkor Rebekával pedig annyi helyet kell csinálnom nekem, hogy ezt most így gyorsan elhasználom. És... Most ennek nem tudom, mi értelme volt, igazából elhasználtam tök fölöslegesen egyet, de mindegy. Jó! Fuck! Grosse fuck, na mindegy. Élettöltőből még lesz, jó? Tehát nem kell izgulni, igazából később is lesz, elég is lesz. Pazarékolhatjuk ám nyugodt szívvel, jó? Tehát persze, miért ne? Szóval, ezt most összekombájnolom, nyertem vele még egyet. Itt van egy kis papíros, amit el fogunk tudni olvasni. Azaz. Azt mondja, hogy about battery fluid, tehát hogy az akkumulátor folyadékról. Battery fluid, the fluid used in batteries is a diluted solution of mixed water and sulfuric acid. Both must be of high purity. Mondja, hogy az akkumulátorban használt folyadék a víz és kénsav higított elegye. Mind a kettőnek magas tisztaságúnak kell lennie. When fully charged battery fluid should have a specific gravity of 1.24. Azt mondja, hogy ha teljesen töltött, az akkumulátornak, nem tudom mi az a gravity az angoloknál, 1.28-as értéknek kell lennie 20 fokon, nem tudom mi az igazából. Battery acid purity. Take care that the dilute sulfuric acid solution is of a sufficient purity. Szóval bizonyos, hogy meg róla, hogy a késav oldat megfelelő tisztaságú. Természetesen meg fogok bizonyosodni róla, köszönöm szépen. Miután fogtam magamat, és nem tudom, hogy sejthetitek-e egyébként, hogy mi fog következni, de még mielőtt bármi történne, én gyorsan mentek egyet. Na, szóval akkor most itt meg is vagyunk, mert jajajajajajaj, magnum lőszer, banyek. Hál' Istennek nem azt fogtam meg, mert fölösleges, szóval első körben ezt fogom magamat és kidobom itt, mert jelenleg nem fog kelleni, később viszont majd igen, jó? Tehát ide még vissza fogok jönni egyszer menteni. Most is csak azért csináltam menet közben, ugye a rész kellős közepén, mert ki gondolná, boss csata fog következni, kurvára nem kéne oda csupasseggel menni, már elnézést. Jó, töké, mehetünk, oké. Rebecca is föl van töltve, mindenki föl van töltve, én is föl vagyok töltve, úgyhogy akkor megyünk tovább. Ja, az a helyzet, hogy egyszer már ugye rendkívüli módon megaláztam ezt a szerencsétlen Tyrantet. Most fogom másodszor, jó? Tehát ez a haditerv. Szóval most itt szépen lefluttykolunk itt mindenhova. Tök jó, hogy szét lehet csapkodni őket. És akkor itt befelé. Na most jelenleg még nincsen semmi, Billytől pedig elveszem azt a kurva puskát, mielőtt neki kell lövöldözni, mint az őrült. Köszönjük, Billy. Oké? Okay. Ja, ez a baj, hogy amikor lőnie kell, akkor sokszor csak nézelődik a... Ajaj, van meg. Jó.
sok időt töltöttem itt. Tehát, hogy amikor neki dolga lenne, akkor nem csinálja, amikor meg nem kéne, akkor meg lövöldözik. Tehát, na mindegy. Gyere már oda, Billy, te retardát! Gyorsan. Jó, szerencsére nem sok van belőlük, szóval innentől kezdve annyira nem zavaró, hogy itt fogyasztom, de mindegy. Nyöszörögjél, te rohadék! Oké, és kiváló, akkor Rebekát az szépen, miután itt kivégeztünk mindenkit, az beállítom ide a sarokba, mert majd itt lesz rá szükségünk. Közben pedig... Let's split up. Billyvel szépen felszedem azt a shotgun lőszert, ami ott van. Ez nekem nagyon-nagyon fog kelleni, és... Gyerünk! Vedd már fel a papírost! Köszönöm szépen, olvassunk egyet gyorsan. Azt mondja, Treatment Plant Manager's Diary, tehát hogy a kezelőtelep menedzserének naplója. Azt mondja, 5/10. Damn it, why is normal industrial waste being delivered here? This is an Umbrella Corporation facility. We can't deal with this volume of material. Plus they are sending us contaminated materials that we can't process. What are we supposed to do with it? Mondja, hogy a francba, a sima szennyvizet miért ide vezetik el? Ez az Umbrella Corporation telepe. Nem tudunk ekkora mennyiséget lekezelni, plusz fertőzött anyagot küldenek, amit nem tudunk feldolgozni. Mégis mit csináljunk ezzel? 7/24. Well, looks like they are closing it down. Not surprising, using it like they did. Had to be done, but it was pretty sudden. It's not like they cared until now. Anyway, as long as I get out of here, I don't care what they do. Szóval úgy tűnik, hogy lezárják. Nem meglepő, hogy ezt meglépik. Meg kellett tenni, de elég hirtelen volt. Na, nem mint hogyha eddig különösebben érdekelte volna őket. Ami kijutok innen, nem érdekel, hogy mit csinálnak. Na, vajon kik és miért? És miért nincs nálam most shotgun? Tökéletes, remélhetőleg nem fogom elszúrni, és bőven elég lesz. Valahol olyan 18 és 25 shotgun lőszer között kell nekem a következő részhez. Simán esélyes egyébként, hogy az utóbbi lesz belőle, jó? Van egyáltalán helyem, vagy csak ilyen kis idióta vagyok? Van helyem, jó van, kiváló. Na, akkor most ez jó lesz. Futi. Azaz. Oké. Okay. Na, futás, előre. Elbasztam, francba. Resident Evil Zero. Na szóval, akkor gyorsan itt kidobom ezt a mi az istent, Inkribont. Tehát erre jelenleg nincsen szükségem, viszont sokkal nagyobb szükségem van nekem a magnum lőszerekre, oké? Tehát ezt mindenképpen vegyük föl. Nem hagyjuk itt poshadni, oké? Semmiképpen. És akkor most pedig itt futás tovább. Váltunk szépen Billyre. Van nála jó kis fegyó, tökéletes. Tökéletes, elvileg. Elvileg én teljes mértékben iszonyatosan hülye vagyok. Rohadtul nem ez kellett volna, bocsánat. Egy gyors váltás. Szóval azt mondja, hogy Billytől elvesszük. Mi felvesszük a pisztolyt, jó? Tehát, hogy véletlenül se legyen semmi probléma, hogy fölöslegesen lövöldözünk itt össze-vissza. Mennyi lódi Vilmos, köszönöm. Letrappoljuk szépen ezeket a lícseket. Erről van szó. Úgyni. Következő ajtón pedig be.
Na most itt lesz összesen három darab zombi, aki alapból egyébként nem érdekelne minket különösebben, viszont legalább el kell velük foglalkozni egy darabig. Hülye vagyok, futás. Ja. Tök véletlenszerű egyébként, hogy mikor, de hogyha túl sok időt töltünk itt, akkor be fog dobni ide egy ilyen békaszörnyet, szóval nem akarjuk, na itt. Billy, húzz el innen. Édes faszom, ez mennyire retardált. Komolyan mondom, én ezt nem akarom elhinni, hogy ez az ember ennyire hülye. Na mindegy. Menjél már onnan, Bill! Oké, szóval megmentettem és kaptam érte egy trófeát, tök jó. Elvileg ő volt az utolsó. Oké. Ez a baj a régi játékokkal egyébként, hogyha nehezen látjuk, ugye, hogy mi az Isten van, az gáz. Na mindegy. Szóval, akkor Rebekát azt szépen itt hagyom. Oké. Váltunk Billyre. Maradjál, Rebeka, köszönjük. Más nem fogja piszkálni, szóval innentek ezzel nem érdekel. Shotgun lőszer az mindenképpen kell. Illetve mellette pedig ugye fölveszünk egy levelet, csak így gyorsan elolvasván. Azt mondja, hogy Treatment Plant Manager's Diary, tehát hogy a tisztító telep igazgatójának naplója. 5/10. Szóval francba, miért kerül ide a sima ipari szennyvíz is? Ez az Umbrella Corporation telepe, nem tudunk ekkora mennyiséggel elbírni, plusz ide küldik a fertőzött anyagokat is, amit nem tudunk feldolgozni. Mégis mi az Isten csinálja ezzel? 7/24. Úgy tűnik, hogy bezárják. Nem meglepő, miután így használták. Meg kellett tenni, de elég hirtelen volt. Nem mintha eddig érdekelte volna őket. Mindegy, amíg el tudok menni innen, addig nem érdekel, mit csinálnak. Na most a következő rész, az pedig csupa móka és kacagás lesz, és szegény Tyrantet igazából megaláztam már egyszer, úgyhogy most gyorsan megalázom még egyszer. Jó, csak a biztonság kedvéért, nehogy már elfelejtse, hogy kik vagyunk, mik vagyunk, miért vagyunk itt, ugye? Ez most nem pisztoly lesz, jó? Nem. Shotgun, azért ennyire tisztelem magamat, hogy nem egy pisztolyjal megyek neki. Az úgy durva lenne. Túl durva. És azonnal futunk felé, és egyszer, kétszer, ahogy a válla mozdul, rögtön lövünk. Háromszor. Nehéz eltalálni, de meg lehet oldani. Ötször, gyerünk. Hatszor, ritmust kell fölvenni. Hétszer, gyerünk, gyorsan újra töltünk. Mondom, újra töltünk, gyerünk. Ezt lehet, hogy elcseszem. Egyszer, gyerünk. Kétszer, azaz. Háromszor, azonnal kell mozdulni, jó? Tehát ez a szar része, neki, de nem baj, négyszer. Ötször, gyerünk. Hatszor, mennyi kell még neki? Hétszer, gyorsan újra töltés, gyerünk, ahogy van lehetőség. Egyszer, azaz, gyerünk. Végre egy jó kört kaptam el. Nem mindig sikerül egyébként, rohadt nehéz időzíteni. Gyerünk. Ötször, mennyi kell még? Hatszor. Hétszer, gyerünk. Nem baj igazából, tök változó, hogy mennyi kell bele. De a következő tárral elvileg végzek vele. Gyerünk már, gyorsan. Na végre, erről van szó, jó? Okés. Szóval most már még egyszer kinyírtuk, és teljes mértékben roppantul meghalt, jó? Tehát innentek ezzel boldogok vagyunk, kivéve, hogy nincsen shotgun lőszerünk, de mostantól már annyira sok szükségem nem lesz rá.
Na végre, na, most pedig akkor föl tudunk menni szépen az emeletre, és föl tudjuk szedni az egyetlen egy dolgot, ami Rebekának kell. Én javaslom, ezt a sorrendet kövessétek egyébként mindenképpen, jó? Tehát erre figyeljetek, hogy így csináljátok, így hívjátok le a liftet magatokkal, és a többi, különben el fogunk akadni menet közben, jó? Jó. Na most itt egyetlen egy tárgy van, ami engem nagyon-nagyon cicerget, az pedig itt is van, kérem szépen, köszönöm. Visszavisszük Rebinek, ő pedig majd fogja tudni használni, ami egy tök jó dolog. Gyerünk, gyerünk, gyerünk. Ha közelebb álltok egyébként, akkor kevesebb lőszer kell neki, viszont 18 alatt igazából még nem sikerült megúszni. Na most sikerült ezt 24-ből, tehát ilyen változó, jó sok kell neki, de ja, igen, tehát egy speedrunner ezt felfedezte már nem tudom 10 évvel ezelőtt, és egy zseniálisan jól használható taktika, ami mindig, hogyha jók vagytok a ritmusjátékokban, akkor abszolút következetesen mindig szétet rúgni a seggét, jó? Tehát ez egy teljes mértékben pozitív dolog. Szóval első körben fogom magamat, és akkor Rebivel igen. Igen. Ez az jó helyen állok, akkor szépen ezt így beletömjük. Úgyni, igen. Gondola. Na most ez pont akkor egyébként, hogy egy darab ember keresztül tud menni vele, ami azt jelenti, hogy nekem le kell passzolnom valamit, legalább még egyet. Azt mondja, hogy nem. Exchange. Billynek átadjuk ezt a cuccot, jó? És innentől kezdve van elég helyünk, mehetünk át szépen, azaz. Ja, ez most kicsikét hosszabb lesz, mint szoktam, de nem baj. Kicsi gondola, és természetesen átmegyünk vele, jó? Tehát Rebecca befér, ezt most nem kapcsolom, mert láthatok ugyanezt visszafelé. Tehát Rebecca befér, át tudunk menni vele a túloldalra, sok minden jelenleg ott nincsen még, de majd megoldjuk, jó? Azért akartam mindenképpen ezt a sorrendet, hogy Billy jöjjön vissza, mert így nem fogom eltéveszteni, és a liftet ott hagyom, ahol nekem kell, jó? Tehát Rebecca kiszáll, köszönjük szépen, először is meghúzzuk a kart, és hogyha emlékeztek, akkor a Tyrantnél ott elmentem egy ajtó mellett, ami ugye nem volt nyitható, mondjuk nem is próbáltam most, hogy ja, tehát igazából itt tudok keresztül menni rajta, jó? Tehát, hogy ezt szépen eltekerjük. Damn! Azaz. Na. És akkor itt a sarokban véletlenül se hagyjátok itt, jó? Véletlenül se hagyjátok itt. Mindenképpen kelleni fog nekünk, oké? Oké. És akkor most pedig itt megyek tovább. Jelenleg itt semmit nem tudok az égvilágon csinálni. Csak hogy azon az ajtón keresztül megyek. Ennyi, jó? Más dolgom jelenleg nincsen. Itt pedig rögtön, ahogy bejöttök, futás jobbra a lépcső felé. Jó? Majd mindjárt látjátok, hogy miért. Azaz! Most valamiért nekik tiltott a lépcső. Látjátok? Tehát nem tud közelebb jönni. Jó, tehát ezt máskor is ki lehet használni, hogyha ügyesek vagytok. Meghút. Jó? Meghút. Ennyi. Köszönjük szépen. Köszönjük, Emese. Úgyni, tökéletes, tökéletes, tökéletes. És ott pedig van nekem egy ilyen motyó, amit el is tettem. Azért mondtam, hogy kell a piros cucc nekünk mindenképpen. Ugyanis, hogyha emlékeztek, akkor föltöltöttem. Itt van valamilyen kis igen, hozzáadjuk. Csináltam mi a fenét? Savat. Én savat. Amit össze fogok keverni a vízzel, és innentől kezdve van nekem akkumulátor folyadékom, jó? Tehát akkumulátor folyadék az egy nagyon-nagyon pozitív dolog. Közben ezt az ajtót is kinyitom. Tökéletes, állokkoltam. És. Jó, nézzük csak. Akkor, ja, és akkor most jön Billy.